A javaslatcsomag eredetileg 15 intézkedést ajánlott az Európai Unió számára nyelvi, oktatási, kulturális kérdésekben, a regionális politikában, a kisebbségek európai parlamenti jelenlétének kérdésében, a diszkrimináció ellenesség, a médiaszabályzás és a támogatás politika területén. Végül egy hosszas jogi eljárást követően azonban 9 javaslat mellett engedélyezte az Európai Bizottság az aláírásgyűjtést. Kezdeményezés létrehozott egy nagyon egyszerű, illetve hasznos platformot annak érdekében, ugye, hogy leegyszerűsítsék ezt a folyamatot. Egy online platformon, a Minority Safe Pack oldalán ezt meg lehet találni, és ott lehet a szavazatot érvényesíteni, illetve aláírni. Na most az akadály ott kezdődik, hogy egy EU-s tagállam, illetve egy EU-s úgymond személyigazolvánnyal kell rendelkezzen az illető, és ugye vajdaságból nem mindenki tud sajnos szavazni, úgyhogy akinek nincsen magyar állampolgársága, az sajnos akadályba ütközik. Én úgy gondolom, hogy meg kell tartani a nyelvünket, ez így van. Viszont, hogyha egy adott országban élünk, akkor nem azt mondom, hogy asszimilálódjunk és olvadjunk be teljesen, ne. Tartsuk meg a kultúránkat, tartsuk meg a nyelvünket, a szokásainkat. Viszont, hogyha tényleg azt válasszuk, hogy az adott országokban élünk, akkor legalább ügyintéző szinten tudjunk beszélni. De nyilván, hogyha kapunk egy olyan lehetőséget, ami azt mondja, hogy jó, akkor magyarul el tudunk intézni mindent, tanulhatunk, egyetemre járhatunk magyarul, akkor természetesen éljünk ezzel a lehetőséggel is, és adják is meg ezt nekünk. A Vajdasági Ifjúsági Fórum a JEN-nel, vagyis a Youth of European Nationalities felkérésére egy a kezdeményezést reklámozó videóklip forgatásába is belekezdett. Mire törekedsz a Minority Safe Pack promo videója készítése közben, a készítés során? Hát ugye a videó fő motivuma az lenne, hogy Minority Safe Pack-es matricákat ragaszgatjuk ki Szabadka szerte, többnyire olyan helyekre, ahol van szerb és magyar felirat is, hogy ezzel is kihangsúlyozzuk azt, hogy egy többnyelvű, tehát tulajdonképpen egy kétnyelvű helyen élünk, és hát igyekszem minél pörgősebbre megcsinálni ezt a videót. Európa 47 államában hozzávetőleg 340 történelmi kisebbség él, 23 hivatalos nyelve mellett 60-nál is több regionális vagy kisebbségi nyelvet beszélnek. Az említett nyelveket beszélő polgárok száma 40 millió. A kezdeményezéssel azonban akkor foglalkozik érdemben az Európai Bizottság, ha április 3-áig több mint 1 millió hiteles aláírás sikerül összegyűjteni az EU legalább 7 tagállamából. Az űrlap a képernyőn látható címen érhető el.